termeléshez kötött hizetik a támogatáshoz, be kell jelölni először a támogatási jelölőnézetet, utána kidobja, hogy hiba keletkezett a nyilatkozat külön, kérem javítsa. A tenyésztő szervezetekről szóló nyilatkozatot figyelmesen el kell olvasnunk, és ha elfogadunk, utána tovább léphetünk a hízötik a jogcímfőre. Ha megnyomom az NR megszemélyesítés gombot, akkor pedig megjelennek a potenciálisan támogatható egyedek. A rendben gomb megnyomása szükséges, ezután pedig felugrik a sikeres megszemélyesítés, itt nyomunk egy okét. A megtekintés gomb megnyomásával pedig meg tudjuk tekinteni az adatokat, és ellenőrizni is tudjuk. A szerkeszt gomb megnyomásával pedig szerkeszthetővé válnak adatok, például az ivar. A fajta, a tenyésztő szervezet nem szerkeszthető, a születési dátum, illetve a szakszerű apaállat használat is szerkeszthető. A szakszerű apaállat használat tényít csak külföldi születés egyedek esetében lehet tenyésztő szervezet, vagy más bevonásával igazolni, ekkor az igazolás szükséges választani. A hazaiaknál csak az NR adatai vehetők figyelembe, hazai főszámnál ne válassza az igazolás szükséges lehetőséget. Amennyiben a mezőértéke nem eltöltődik, és hazai születésű az egyed, úgy a kérelem benyújtását megelőzően az NR adatbázisban szükséges meggyőződni arról, hogy a kérelmezett egyed megfelel-e a jogcímrendeletben foglaltaknak. Van itt egy ilyen egyedünk. Itt ugye ki van töltve, hogy nem van a szakszerű apaállat használat, és ha meggyőződtünk a 1452-es származtatási adategyeztetőben az NR-ban, akkor át tudjuk állítani igenre, de ez tényleg az szükséges, hogy minden adat jó legyen. Tehát nyomunk egy rendbent. Az egyedre vonatkozó tartózkodási adatok a főszámlista alatti tartózkodási adatok blokkban találhatók a kijelölt egyedre vonatkozóan. Tehát, ha kijelölök egy egyedet, akkor az összes tartózkodása megjelenik. A megszemélyesített sorok nem törölhetők, csak a kézzel felvitt sorok. Tehát, ha nyomok egy beszúr gombot, akkor tudok felvinni új tartózkodás sort, illetve ezt tudom törölni is. A tartózkodási adatsorok idősorosan jelennek meg egymás alatt, így jól követhető az egyed mozgása. Azoknál a tenyészeteknél, amelyek nem ügyfélhez tartoznak, például vágóhíd vagy rakodógyűjtőállomás, figyelmeztetősága hiba jelenik meg, ez a 25.549-es hiba. Fontos, hogy a tenyészetek külön kizárólag a kérelmező saját tenyészetére vonatkozó adat adható meg, ezért a kérelmező ne rögzítse a tenyészetek külön a vágóhíd vagy a rakodógyűjtő tenyészetét, a kérelem a 25.549-es sárga hibával beadható. A meglévő egyedek mellé tudok rögzíteni a megszemélyesítésen kívül is egyedet, nem megszemélyesített egyedet, vagyis az ügyfélnek lehetősége van olyan egyed rögzítésére is, amit nem jelenítettünk meg számára. Rögzítem is. Ha megfordult az ügyfél tenyészetében az egyed, akkor automatikusan kitölti az adatokat, ellenkező esetben minden adat az ügyfélnek szükséges rögzíteni az egyedhez. Látszik, hogy betöltődnek az adatok az ügyfél egyedéhez. Nyomunk egy rendbent. Itt már szerkeszteni tudom az egyednek a tartózkodási adatai is, nem csak az alapadatokat. Látni, hogy a felület feldobja a 22.952-es hibát, hogy az egyed esetében nem szerepel vágás vagy export ténye a névi nyilvántartásában, illetve az eseményt is át tudom írni másra, az esemény dátumát, a mozgás típusát és a bizonylat azonosítót is,
de nagyon fontos, hogy mindig megegyezzenek az NR adatbázisban szereplő adatokkal, amiket ide felrögzít az ügyfél. Lehetőség van a kérelemben azon főszámokra rászűrni, amikre az NR keresztellenőrzés valamilyen meg nem felelést talál, például súlyos hibát. Meg kell nyomni a hibás sorok megjelenítését, nekünk nincsen ilyen egyedünk, ahol súlyos hiba lenne, és ha újra megnyomom, akkor pedig újra megjelennek az egyedek. Illetve ennél a jobb címés lehetőség van Excel feltöltésére. Feltöltök egy Excel-t. Kérje, hogy sikeres volt. Itt az Excelben szereplő egyedeknél jelzi a felület, hogy beadásgátló hibák vannak. Például itt van a 25631-es hiba, hogy az egyedvágása vagy exportálása a négy nyilvántartás alapján nem a megfelelő időszakban történt. Ezeket az egyedeket emiatt nem tudná az ügyfélből mindet törölni, ugyanúgy tudja őket, mint a kézzel felvitt egyedek esetében. Megnyomjuk, hogy összes kijelölése törlésre, és utána pedig tudjuk törölni.